Hölgyeim és uraim, mielőtt elkezdenénk, hagyd mondjam el, hogy most vasárnap, azaz 11. hó 10-én reggel 9 órától tartanánk Vagyim barátommal egy beszélgetős műsorszerű élőadást, ahol megválaszoljuk az összes discordos kérdéseiteket, illetve szeretnénk ismerkedni veletek, és azt is szeretnénk, hogy ti is megismeretek egy picit jobban engem, illetve Vagyimot. Szóval sok szeretettel várunk titeket vasárnap reggel 9-től itt YouTube-on egy csésze kávé társaságában. A mai videóban egy elhagyatott bankot fogunk megnézni. Korábbi videóimban már láthattatok olyan bérházakat, amik szintén a belváros közepén pusztulnak, csak úgy, mint ez. Hogyha azokat még nem láttátok, akkor a jobb felső sarokba kattintva most megtehetitek. Ezt az épületet Rossz Ferenc kereskedő építette 1824 és 25 között. A terveket Hill József készítette. A 200 éves múlttal rendelkező épület már szolgált kaszinóként, működött benne a Virágbokor vendéglő, ahol több neves magyar író, politikus és tudós is megfordult. Végül a Postabank ZRT használta 2002-ig, azóta csak üresen áll. Mára a tetőszerkezet több helyen beomlott, a berendezés szétverve, a szobákat pedig teleszemetelték a beköltöző hajléktalanok. A tulaj 2017-ben meghalt, az örökösök pedig azóta is a ház tulajdonjoga felett pereskednek. Itt vagyunk egy elhagyatott bankban. Igazából nem tudom, hogy mire számítsak, hogy mi lesz itt, szóval elvileg van egy szép. Ez itt az ügyintézős rész, ugye? Ki is van írva. Árfolyamtábla. ...1999. február 8-tól. Ez egy lehet. Ez egy zár. Ez WC. Ez egy WC. Nem lehet benyúlni és kinyitni? És akkor... itt lépcső megy fel, és a másik ajtóból. Igen, ez az ajtó. Meg van egy lefelé is. Köszönöm, ez köszönöm szépen. Aha, nézd, hogy szépen. Úgy a dog szag van. Nagyon penész szag van. Nagyon durva, félleg. Hát, ez már félleg. Megszét adtam itt. Ja, már ez se szúg meg. Fázis övítő kondenzátor. Goofy. Gift képház. Na jó, ez nagyon nagy. Thank you.
Tele van kutya szarral a hely, tehát hogy így, bro, itt kutyát tartottak. Most ilyen állapotban nem hiszem, hogy megyünk a tetőre, mert itt lehet látni, hogy egészen rottyomva. Nem nagyon tudom, hogy jutottunk el idáig. Én sem. Na megint csak hol vagyunk? Ez valami WC. Lépcsőház. Itt, aha, itt a szép. Íme a szép. Fel lehet fordítani ezt a cuccot? Meg is kísérlem kinyitni. Ha elbírom, persze. Ez egy WC izé. Tudod, WC-be kell feltenni, tudod, ilyen ja. Tisztító. És hogy került a szépbe? Őrnek volt valószínűleg a monitorja. Bele van égve még a kép. Nem tudom mennyire látszik. Nos, hölgyeim és uraim, sajnos ez az epizód ennyi volt mára. Nem nagyon volt erről a helyről több felvételem, illetve nem is volt mit felvenni. Ahogy láthattátok, az épület nagy része teljesen üres. No de köszönöm szépen, hogyha idáig megnézted ezt a videót. Ne felejtsd el, hogy vasárnap 9-kor találkozunk. És még mindig legyen gyönyörűséges napotok!